Sziasztok, nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözöllek a Gabriel Vlog csatornán. Köszönöm, hogy megint itt vagytok. Itt vagyok a Citroenben, mínusz 10 fok van, és az előző videóban, ahogy említettem, az autók itthon maradtak, ugyanis két forgatás miatt itthon voltak az autók nálam az udvaron, miközben lehavazott, nagyon hideg lett, és úgy döntöttem, hogy inkább itt jobb helyük van az autóknak, mint hogy lesózott ilyen latyakos úton 40 km-re vigyem el a garázsba. Úgyhogy jelen pillanatban itthon vannak, mínusz 10 fok van, ráhult a hó. Most készítettem egyébként a videót a Citroennel, ahogy megindult, mínusz 10 fokban, és mindenképpen a videó végén rá tudtok klikkelni erre a Citroennes videóra is, hogyha nem láttátok. Most egy picit hagyom, hogy járjon, hogyha már úgyis elindítottam, és közben elmondom nektek, hogy most fogok menni, és megindítom, és legalábbis megpróbálom megindítani a T3-as buszt is, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy az is hogy indul meg mínusz 10 fokba. Közben a Citroent hagyom még járni, aztán talán le fogom pucolni róla a havat, bár de lejön, most látom, hogy lejön róla, meg van fagyva, úgyhogy próbáljuk meg most a T3-ast. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, még sose indítottam télen. Na, lássuk. Hú, azért gyerekek, mennyire hiányzik nekem ez, hogy már régi autózzunk, ki már azért lejárhatna igazán a tél. Na, lássuk. Itt egyébként annyit kell tudni róla, hogy nincs bekötve a szivató, és ezeknek a régi 1Y motoroknak volt szivatójuk, és nincs bekötve, úgyhogy mindig, amikor hidegindítás van, akkor egy picit gázon kell tartani. És ráadásul most ilyen hidegbe szivató nélkül nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog indulni. Na, lássuk, hogy mit szól hozzá. Mehet? Hát, nem lehet azt mondani, hogy könnyen indult. A fehér sokkal könnyebben indul ilyen hidegbe, de itt nyilván az a legnagyobb baj, hogy ugye, amit az előbb is mondtam, hogy a szivató nincs bekötve. Ezt valamiért nem tudták bekötni, amikor bekerült ez az 1Y motor. De megindult. Megindult, és ez nagyon jó dolog. Úgyhogy nagyon örülök neki. Hagyom őt is egy picit járni. Egyébként a napokban akarok vele filmezni, mert ugye megígértem nektek, hogy fogok forgatni a beltérről is egy kicsit, hogy mutassam meg, hogy van kialakítva itt az ágy, meg stb. Ezt úgy fogom csinálni egyébként, hogy külön fogok forgatni erről a szürke T3-asról, mert egy teljesen egyedi megoldásra van megoldva az ágy, és egyébként még néhány dolog hátul, ahhoz, hogy lakható legyen. És külön fogok forgatni egyet a fehér T3-assal, mert oda elég sok minden került már be időközben. Nem csak, hogy bekerült az ágy, hanem az állófűtés, meg most csináljuk a napellemes rendszert bele, meg minden, úgyhogy ott egy picit többet fogok tudni filmezni. De mindenképpen akarom, hogy lássátok ezt a szürkét is, hogy ez hogy van megoldva. Úgyhogy, ha tetszett a videó, és még szeretnétek ilyent látni, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy most főállásban neki fogok a csatornát csinálni, úgyhogy nagyon-nagyon sokat számít nekem minden like, minden feliratkozás, minden megosztás, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, és tartsatok velem, mert hetente 2-3 videóval is jelentkezem, autós videókkal és kirándulós videókkal, amik egyébként az is, az is autós, és nem sokára indul a Költözünk című sorozat, amiben láthatjátok, hogy fejezzük be azt a házat, amit vásároltunk, napellemes rendszert szereltünk, ökoházat akarunk belőle csinálni, és rengeteg jó videót készítettünk ezzel kapcsolatosan is, úgyhogy tartsatok velem, és köszönjük, itt voltatok, legyen egy szép napotok, hello, sziasztok!